Közeleg a karácsony, és az Orbáni infláció, valamint a megélhetési válság sokaknak okoznak rendkívüli nagy szorongást itt az ünnepi előkészületekben. Nagyon büszke vagyok rá, hogy szociáldemokrataként pártársaim, a DK polgármesterei egytől egyig kivétel nélkül rengeteget tesznek azért, hogy honfitársaink számára a karácsony az előkészületekről, ne pedig a szorongásról szóljon. Ahogy az elmúlt években megszokhatták, hogy Óbudán idén is adománygyűjtés keretében fogunk tartós élelmiszereket és játékokat juttatni kerületünk rászorulóinak. A gyermeküket egyedül nevelő szülőket utalvánnyal támogatjuk, amelyet a harmadik kerület piacai lehet felhasználni. Az alacsony jövedelmű lakók rezsitámogatást igényelhetnek, így közel 1000 család válláról tudjuk levenni a fűtésterhét. Emellett arra is figyelünk, hogy a karácsony szebben teljen. 330 családnak biztosítunk fenyőfát az ünnepekre, és 11 nyugdíjas klubban szervezünk karácsonyi ünnepséget. Természetesen a legfiatalabbakról sem feledkeztünk meg, 400 óvodáskor óbudait viszünk el a Lumina parkokba, hogy megcsodálhassák a karácsony fényeit. A DK ott segít, ahol tud, szociáldemokraták vagyunk, és az embereket képviseljük. Az Egy doboznyi szeretet címen meghirdetett akció keretében minden évben, így idén is a 4. kerület főterén felállított igluba, azaz az ajándékgyárba várjuk Újpest lakóinak a felajánlását adventi időszakban. Az összegyűlt ajándékokat a rászoruló gyermekek számára még karácsony előtt szétosztjuk. Így juttathattunk el személyre szóló ajándékokat az elmúlt 3 évben közel 1000 gyerek számára. Idén a kisállatokról sem feledkezünk meg. Újpest főterén egy különálló sátorban várjuk a felajánlásokat a rászoruló újpesti állatok részére. A nyugdíjasoknak 6000 forint értékű kuponokat osztottunk ki, amellyel egyben az újpesti piacot is támogatjuk. Ezen kívül dr. Trippon Norbert alpolgármester jóvoltából idén 150 fenyőfát juttatunk el azon családok részére, akik a maguk erejéből nem tudnának ezeket beszerezni. A DK ott segít, ahol tud. Szociáldemokraták vagyunk, és az embereket képviseljük. Erzsébetvárosban december 9-én ételosztályt szervezünk a Garai téren. Még ebben a hónapban megkezdjük a szokásos karácsonyi ajándékutalványok eljuttatását az időseknek, a gyermekes családoknak, a megváltozott munkaképességűeknek és a fogyatékossággal élőknek. A tavalyi utalvány összegét az Orbáni infláció miatt megdupláztuk, így idén 20.000 forintot adunk. A DK ott segít, ahol tud, szociáldemokraták vagyunk, és az embereket képviseljük. A 11. kerületben 15.000 forint értékű karácsonyi támogatással segítjük jelentkezés alapján a rászorulókat, a nagycsaládosoknak és a gyermekvédelmi támogatásba részesülőknek, gyermekenként pedig 7000 forintos támogatást nyújtunk. Összesen 1000 karácsonyfát osztunk ki Újbudán, hogy szebbé tegyük a karácsonyt azok számára is, akik nem engedhetik meg maguknak a fenyőfa megvásárlását. Idén is elindítottuk a Fogadj örökbe programot, amelyben bárki örökbe fogadhatja, azaz teljesítheti a családsegítővel kapcsolatban álló gyermekek kívánságát, szám szerint idén összesen 147-et. Az egyedülálló szülők és a nagycsaládosok ezen kívül egy körülbelül 35.000 forint értékű csomagot is kapnak az ünnepekre. A DK ott segít, ahol tud, szociáldemokraták vagyunk, és az embereket képviseljük. Karácsony közelettével a 15. kerületi önkormányzat idén is támogatja a rászorulókat és a nyugdíjasokat. A kerületben életvitelszerűen lakó nyugdíjasok, valamint rehabilitációs és rokkantsági ellátásban részesülő személyek 10 és 25.000 forint közötti támogatást igényelhetnek, amennyiben összes havi jövedelmük nem éri el a 200.000 forintot. Karácsonyra hangolódva a Csokonai Rendezvényházban ünnepi előadással kedveskedünk a kerületi nyugdíjasoknak, ahol szintén 300 darab, egyenként 8000 forint értékű vitamincsomagot kapnak. Ezen felül a kerületi önkormányzat 300 darab, egyenként 6000 forint értékű tartós élelmiszercsomagot oszt rászorulóknak.
December elejétől pedig, két héten keresztül a DK adományokat is gyűjt, melyeket a képviselők a körzetükben élő rászorulóknak visznek el személyesen. Bízunk benne, hogy ezzel az akcióval a kerületben élő kevésbé tehetős emberek számára is boldogabb lesz a karácsony. A DK ott segít, ahol tud. Szociáldemokraták vagyunk, és az embereket képviseljük. A 18. kerületben 100 rászoruló családnak január végéig alkalmanként 1 tonna felaprított tüzéfát szállítunk ki, ami nagy segítség azok számára, akiknek nem telik fűtésre. Ezen kívül 1100 nélkülöző család számára november közepén immár 3. alkalommal tésztát, étolajat, konzerveket, rizst, cukrot, diót, száraz kolbászt tartalmazó szociális ételcsomagot kézbesítünk a képviselőnk segítségével, amelyekre önkormányzati forrásból 17 millió forintot különítettünk el. Idős lakótársaink számára 21.600 darab 7.000 forintos közétben levásárolható utalványt adunk, így enyhítve az Európa rekorder Orbáni infláció okozta áremeléseket a karácsonyi időszakban. A DK ott segít, ahol tud. Szociáldemokraták vagyunk, és az embereket képviseljük.